Azt se látom kizártnak, hogy képesek lesznek az emberek, nem tudom milyen távoli országokból eljönni, csak azért, hogy ez itt van Európában is, hogy ez egy nagy esemény lesz. Szerintem nem lesz egy olyan centiméter a Földön. Szerintem le fogunk nézni a Földön, és nem látunk más, csak lábakat. Tehát nem fogjuk látni itt a zöld hüvet. Most hó van mindenhol, de akkora már kitavaszodik a természet, de szerintem nem lesz egy olyan centiméter, ahol emberek ne állnának. Eljössz? Nem tudom, ezen nagyon-nagyon gondolkodom, mivel, hogy tényleg közel lakunk, de addig, amíg tényleg komoly adatokat nem adnak ki, hogy meg tudják úgy szervezni ezt, hogy senkinek ne legyen problémája. Ez nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ide eljön a pápa. Tehát ez felfoghatatlan számomra, hogy Erdélybe, tehát hogy Európába valahova eljön, Magyarországon már volt, de hogy itt Erdélyben még sosem, tehát hogy ez egy nagyon különleges alkalom lesz, tehát mint számomra is. Mit gondolsz, hogy vajon mit akar üzenni a Szent Atya ezzel a látogatással Erdély számára, Románia számára, az erdély magyarok számára, hogy gondolod? Én voltam ezen, sokat gondolkoztam, ezen tényleg elgondolkoztam, hogy vajon mit üzenhet. És ugye külföldön, most vegyük csak Németországot, vagy ahol már annyira fellendült a 21. század, tehát annyira a gépeknek élnek, hogy ugye a vallás, azt mondhatni, hogy nem mutatom divatformának, tehát hogy annyira tényleg ott már divatnak tartják, annyira kiment, hogy szerintem próbálnak utalni rá, hogy még szükség van erre. És ezzel próbálnak mutatni egy képet, hogy még szüksége van a világnak a vallásra, egy összetartásra. Legyenek új törvények, tehát hogy változzon a vallás egy kicsit ugye a világ fejlődésével, és felmérések azt mutatják, hogy az idősebbek azok, akik inkább vallásosabbak. Ezen elgondolkoznék, hogy vajon miért. Talán azért, mert annyira egy ilyen sablon van adva, egy keret, hogy te milyen kell legyél, vagy hogy milyen kellene legyél, hogy legyünk együtt, és hogy éreztesse, hogy igen, egymásért vagyunk. Nem tudom. Talán ezt tényleg, hogy üljön többször. Milyen üzenetet próbál továbbítani számunkra a Szent Atya azzal, hogy eljön ide látogatóba? Bízok benne a szűzanya segítségével, hogy minden néphez eljut a szeretet, csomagért és minden családból. És nagy kegyelmet fog hozni az országba. Megpróbál majd kimenni a helyszínre, vagy inkább nem próbálkozik ezzel? Nem. Sajnos nem. De amúgy nem ide valósi vagyok. Idénkről vagyok, bejön, de... Követi majd a tévében? A tévében fogom nézni. Szoktam Mária köszöntőre járni minden hónap első szombatján, és tévében fogom nézni. Szerintem ott többet fogok látni, mint a kijövök helyszínen. Nem is tudom megközelíteni. Ön szerint jelzésértékű az, hogy eljön az erdély magyarokhoz? Az erdély... Igen, szerintem szorosabb lesz az összetartás a hitünkbe is, és a magyarságba is, és viszont a román-magyar közé viszony is erősebb fog lenni. Számít arra, hogy sok román is eljön ide majd? Gondolom, igen. Igen. Hát mivel hirdetett, hogy jön az országunkba, viszont a román kormány is apróbálta a jövetelit, igényelték, biztos, hogy sokan fognak lenni. Hát amúgy szinkronizálva lesz a nyelv, hogy mindenkinek része lesz itt lenni. Aki csak el tud jönni. Ha olyan helyzetbe kerülne, hogy tudna mondani valamit a Szent Atyának, mit mondana neki? Hát mit mondanék? Hát kérje a kegyelmet a szűzanyától, hogy az egész országban béke legyen, s megértés, Isten félelem, és akkor megvan a szeretet. Ennél többet nincs, mit mondjak. Mit gondol arról, hogy jön a Szent Atya Székelyföldre? Örvendjük, hát lesz, hát vagyunk mi.
örvendünk nagyon, hogy ilyen megtisztelt az étünket is. Ilyen még nem volt. Már a kórról, majd már ott van, 100-100-ban közelé vagyunk, mint a 20-hoz, és örvendünk, hogy ebben a kórban még tudunk ilyennel is tenni. Ha olyan helyzetbe kerülne, hogy tudna mondani valamit a Szent Atyának, mit mondana neki? Hát nagyon szépen megköszönjük, és a jó is nagyon hosszú életet neki, és nekünk is, hogy még lehetséges tovább hozzunk. Mit gondol arról, hogy Székelyföldre látogat Ferenc pápa? Soha az életben pápa nem járt, és azt hiszem, hogy nagy szerencsénk van, hogy mi megérhettük ezt, de nem biztos, hogy még egyszer fog jönni pápa. Ezt a jó Istennek megköszönhessük, hogy így megajándékozott minket, mert ez tulajdonképpen a fennvalónak a gondviselése. Vajon milyen üzenetet próbál továbbítani a pápa azzal, hogy ellátogat Erdélybe? Ő azért jön el, hogy ezt a földet nehogy, szóval kavarál, hogy jön senki. Ne vagyjanak egyéb felé az emberek, mert még olyan világ sincs egyébként, mint itt. Nem tudom, de aki elvándorult innet, hogy egyáltalán boldog-e. Ha a pápa közelébe lenne, és tudna mondani neki valamit, mi lenne az? Mit tudjon az ember mondani a pápának? Hát, ő tulajdonképpen nem a nép bízta meg, hanem az Úristen, a katolikus egyház vezetésére, és továbbra is tartsa meg az eszit, vagy az Úristen, és az egészségét úgy, ahogy eddig volt. Én csak ezt tudom kívánni neki és mondani. Mivel kínálnám meg, ha lehetősége lenne arra, hogy megvendégelje Ferenc pápát? Mivel kínálnám meg? Mit? Hát a pásztorok mit vittek az Úr Jézusnak? Tulajdonképpen ami volt nekünk akkor, ugye barancs, sajtot. Hát én is csak sajtot tudnám megkínálni. Mi mással, hiszen azzal dolgozunk. Hogyan készíteni el? Lenne egy másabb mód, ahogy elkészíteni azt a sajtot esetleg, amivel Ferenc pápát kínálnám? Nem tudnám másképp készíteni, mert mindenki előttem, minden ember legalábbis olyan értékes, szívemet, lelkemet úgy a sajtba belerakom, mintha Ferenc pápának készíteném. Úgyhogy nem tudok most készíteni, neki se. Tudnék se készítenék, mert egyforma az emberek előttem. Hányféle sajtot készítenek? Olyan 15 féle sajtunk van. A szarvasgombas, a kékpenészes, a Daniel sajt, ami egyik húzó ereje, a lilahagymástól, a kömény magos, a hargita sajt. Ezek közül melyiket válogatná ki, ha egyikből tudná megkínálni a Szent Atyát? Hát a Daniel sajt.